Nagyon sok szeretettel és dr. Orosz Ádám Dharma mesterrel köszöntelek benneteket itt a Kyorcse záró tanításán. Biztos záró tanítás, nyitó beszéd, záró tanítás. Elérkezett a Kyorcse egy ponthoz. Szeretünk általában pontokról beszélni, amikor az életünkről beszélünk. Az életünk elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor ratatatatatata. És általában ezeket a pontokat szeretnénk így valahogy összeragazgatni. Eleve úgy indul az élet, hogy két kis pont, két kis sejt így valahogy egyé válik, és akkor van valamiféle ragasztó, amivel ezek egy sejtről sejtre szépen felépülnek, aztán hozzájön még ez, meg az, aztán lesz egy ember, aki eljön elvonulásra, és azt mondja, hogy én, de azt mondja, hogy ez az én, ez már kezd neki túl sok lenni. Elérkezett az a pont az életében, amikor szeretne valami nagyobbat megtapasztalni, talán visszakerülni egy nagyobb egységbe, és egyre jobban érzi, hogy ez az én, amit olyan nagyon elhitt egész életében, amit kondicionáltak kívülről, ő is saját magának belülről, gondolatokkal, vágyal, idővel, dualitással, ez valahogy nem hozza meg a várt eredményt. És akkor leülünk itt 90 napra, ki 90-re, ki 4-re, bármennyire is próbálunk a tantienre fókuszálni, az is egy pont, de miközben egy pontra fókuszálunk, a közben az egész mindenségre is fókuszálunk, és ebben a paradoxonban így szépen néha belecsavarodunk, néha pedig beletisztulunk. Mert az egy pont, hát az hol van az az egy pont? Hogyha lerajzoljuk, akkor ugye már nem egy pont. Hogyha ott van a pont, akkor meg nem tudjuk felfogni ezt az egészet, hogy lehet, hogy valami ott is van, meg nincs is ott. És ez az a dimenzió kapu, ez a van is, nincs is, mint ahogy az okos leány, amikor a népmesében hozott is ajándékot, nem is hozott, gyalog is jött, meg nem is. Szóval a pont pontosan az, ahol a dimenziók találkoznak, ahol átfér az egyik dimenzió a másikba, és tulajdonképpen nem is kell más tennünk, mint hogy ezt a pontot megtaláljuk. Egész pontosan, hogyha egy olyan tanító van, aki már egyé vált mindene, elég, hogy egy ponton találkozunk azzal a tanítóval, és akkor, ha valakivel egyé váltunk, aki már egyé vált a mindenséggel, akkor mi is egyé válunk a mindenséggel. És ezért keresünk mindig tanításokat, ezért keresünk tanítókat, hogy megtaláljuk ezt a pontot, de nagyon-nagyon nehéz néha ezt a pontot megtalálni, ahogy Rabal mondta, hogy a pillanat a villásdugat az örökké valóság ajzatán, ez a pillanat, az pedig apostrofáljuk sokszor. Amikor ezt halljuk, akkor nincs jövő, nincs múlt, nincs én, nincs te, csak tiszta, térszerű, tükörszerű tudat van, ami azt látja, ami van, anélkül, hogy rávágyna valamit, rágyűlölne valamit, ráminősítene valamit. És így 90 nap után, amikor ez ilyen sokszor elhangzott, akár Kuan interjúkon, akár máshol is, még mindig érezzük, hogy nem feltétlenül tiszta ez, hogy ezt a pontot, ezt hol találjuk meg. És néha rájövünk, hogy hát, bármelyik pillanatban, az életben, a templomon kívül, bárhol ezt a pontot megtalálhatjuk, akármikor belenézünk valakinek a szemébe, akármikor megbotlunk az úton, bármikor meg lehet találni. Remélem, hogy a 90 nap annyit legalább segített az itt eltöltött idő alatt, hogy rájön az ember, hogy bármi lehet gyakorlat, és hogy a zen az nem különleges. A zen pont attól különleges, hogy nem különleges, és pont attól nagyszerű, hogy egyszerű. Remélem ezt a nagyszerű, egyszerű és tiszta pontot megtaláljuk mindannyian az életünkben, és segítünk másoknak is megtalálni. Most pedig átadom a szót dr. Orosz Ádám Dharma mesternek. Hát köszönöm szépen Barnának a nagyon pontos szavakat, és hogy ilyen az elején ilyen remek minőségekkel egy lapon emlegetett engem, mint a szeretet. És hát itt a 90 napos végén
föltehetünk magunkban kérdéseket, hiszen a zen valójában a kérdezésre nevel rá. A kérdésre nevel rá úgy, hogy nem adja meg a választ, mert a válasz benned van. Ad kereteket ahhoz, hogy a kérdéssel tudjál bánni, viszont nem ad kész válaszokat. Milyen kérdéseket tehetsz föl 90 nap után, egy hónap után, egy hét után, egy nap után, egy meditációs ülés után? Például fölteheted azt a kérdést, hogy ez most sikerült? Sikerült ez a 90 napos elvonulás nekem? Vagy nem sikerült? Elbuktam? Vagy nyertem valamit? Elértem valamit? Vesztettem valamit? Egyáltalán hasznos volt-e az, hogy itt ültem? Egy hetet, három napot, 90 napot. Volt-e ennek értelme? Vagy haszontalan naplopás volt az egész? Hiszen ülni az állatok is tudnak nagyon sok napig. Egy tehén is tud kérődzni, és ugyanúgy egyé válik a világgal, és akkor kész. És akkor én miben vagyok jobb, mint a tehén? Vele gondolsz, akkor amíg mondjuk te itt meditáltál, akár 90 napot, voltak nagyon fontos pozícióban lévő emberek, akik nagyon sokat dolgoztak mindez alatt. Hasznos volt a tevékenységük? Például elérték azt, hogy most kitört egy háború. Az hasznos volt? Vagy haszontalan? Tehát nagyon érdekes ez, hogy nem szeretjük a kérdéseket, mert bizonytalanságba lök minket, és nem szeretünk bizonytalanságba élni, de ez a biztonság iránti vágyunk és a biztonság érzet akarása, ez az, ami végső soron gátol minket abban, hogy egy teljesebb módon láthassuk a valóságot és az életünket. És ha megnézed például azt, hogy amikor az életünket éljük, akkor mit mondunk róla? Azt mondjuk, hogy sikerült az életünk? Azt mondjuk, hogy éppen nem sikerült? Ha valaki mondjuk fiatalan meghal betegségben, az kudarc? Ha valaki sokáig él, 101 évig, az siker? Az, hogy siker vagy nem siker, hogy mi hogyan történik, a zen arra mutat rá, hogy ezt te hozod létre. Ez a te nézőpontodtól függ. Vallásos hagyományokban nagyon érdekes az, hogy legyen ez buddhista, legyen ez keresztény, legyen bármilyen. Általában az a zsigeri élményünk, hogy történik mondjuk velünk valami, összejövünk valakivel, vagy tényleg jó házasságunk lesz, vagy születik egy gyerek, vagy jól megy az üzlet, vagy jó pozíciót kapunk, akkor ezt úgy hajlamosak vagyunk úgy értékelni, hogy ez egy önigazolás, hát jó karmát gyűjtöttem, Isten szeret engem, és akkor sikerem van, hogy ez jó, jó, amit csinálok. Ha mondjuk meg pont nem megy jól az üzlet, szakítanak velem, beteg leszek, akkor ezt úgy vesszük, hogy hát valami rosszat csináltunk, hogy büntet a karma, elítél a karmabíróság, büntet Isten. És akkor ezt fixnek vesszük. Fixnek vesszük azt, hogy van jó és rossz, van abszolút értékben vett jó és rossz, és akkor ezek alapján mi megítélhetők vagyunk. És a zen a kérdéseivel arra mutat rá, hogy legalább a meditáció idejére ezt próbáld meg felfüggeszteni. Próbáld meg ezt a folytonos vágyakozást, hogy megítéled magad, meg a környezeted, meg az eseményeket felfüggeszteni. Ugyanis a szenvedés, érdekes, hogy próbáld meg definiálni magadban a szenvedést, hogy mi az. Érdekes így neki menni ezeknek a fogalmaknak, mert sokszor azt gondoljuk, hogy annyira tudjuk, hogy miről beszélünk, holott valójában nem biztos, és százféle dolgot értünk ugyanazon fogalom alatt, hogy mi a szenvedés. Talán most azzal a definícióval dolgozhatunk így modellként, hogy szenvedünk általában akkor, amikor nem teljesíti az élet, nem teljesíti a valóság azt, amit szeretnénk. De az, hogy mit szeretnénk, az nagyon esetleges. Tehát a zengyakorlat és a szenvedés kapcsolata és az élet teljesebb látása az, hogy mersz ebben a plazma állapotban tartózkodni, mered elengedni egy pillanatra azt, hogy te fixen tudjad, hogy most mikor jó, mikor nem jó az életed.
És hogyha elég ideig ebben megmaradsz, akkor lehet esélyed arra, hogy utána egy szélesebb látókörben tudsz lenni. Ha nézed azt, hogy mikor szenvednek emberek, ugye például, hogyha nem teljesül az, amit szeretnék, például egy betegség eléri az embert, vagy kitör egy háború, akkor ha gondolkodással vagy a jelenben, akkor az elviselhetetlen. Mondjuk egy igazságtalanság, hogy miért pont velem történt, miért így, miért úgy. Hát nem mindig jó csak a jelenben lenni, illetve egy bizonyos feltétellel nem mindig jó. Mert ha csak ezt látod, hogy most ez a rossz helyzet van, akkor beszűkülsz rá, és véged van. Ha tudsz folyamatokban gondolkodni, az egy szinttel jobb, az egy fokkal jobb. Mert majd egyszer béke lesz, mert majd egyszer lehet, hogy meggyógyulok, és a többi, és a többi. És aztán van a harmadik verzió, amiről mindig beszélünk, hogy úgy vagy a jelenben, hogy elengeded a gondolkodást. Ott van az, csak nem ragaszkodsz hozzá. És akkor úgy tudsz a pillanatban lenni, hogy nem szűkülsz be. Nem szűkülsz be arra a nyomorúságra, arra az elégtelenségre, amit esetleg érzel magadban, és akkor szabadabbá válhatsz. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy bárhogy és bármennyit végeztél eddig zen gyakorlatot, ezt próbáld meg ne megítélni, próbáld meg ne a hagyományos, megszokott, megtanult minták alapján kezelni, hanem csak végezd a gyakorlatot. Nem véletlenül halljátok rendszeresen ezt a tanítást, hogy csak tedd, és tégy le mindent. Ne ragaszkodj ahhoz, ami a fejedben megjelenik, ami a gondolkodásod elét tesz. Huy Neng, a hatodik pátriárka a Gyémánt szutrából csak ennyit hallott, hogy ne ragaszkodj ahhoz, ami a tudatodban megjelenik, és elérte a megvilágosodást. Ez egy nagyon fontos alappondat, csak nagyon nehéz megtenni. Azért püföljük állandóan a padlót, mint a jó zen tanítvány, hogy hát ha ebbe a pillanatban, amikor ezt hallod, akkor egy picit megszakad ez a gondolkodás. Úgyhogy remélem, hogy bármennyit is gyakorolsz, azt rendszeresen teszed, és minél inkább elsajátítod azt a belső tartást, azt a belső hozzáállást, amelyre a botütés mutat, de ami a botütés lényege. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha van kérdésetek, azt nagyon nagy szeretettel várjuk, és igyekszünk megválaszolni. Hogyan épül fel, hogyan hozzuk létre a személyiséget? Van ennek egy láncolata, és ha esetleg ezt megválaszolnátok, azt nagyon szépen köszönöm. Most eszedbe jutott az, hogy fölteszel egy kérdést, kérted a mikrofont, jelentkeztél, utána föltetted a kérdést. Így építjük fel a személyiséget. Ne hozd létre személyiséget, ne hozd létre semmit, csak tedd. És akkor a személyiség, amit személyiségnek gondoltál, az már másféle személyiség lesz, ami nem személyiség. Nesze semmi, fogd meg, jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Nem tudom még, hogy mi a dolgom, és felteszem ezt a kérdést, hogy mi a dolgom, de nem csak úgy segítek, ahogy akarok, vagy ahogy vágyok segíteni másoknak, hogy erre hogy lehet megtalálni az utat, hogy merre lenne helyes mennem. Most, amikor feltetted ezt a kérdést, akkor egyszer ide néztél, egyszer oda néztél, aztán visszafele néztél, aztán lenéztél, aztán a múltba, aztán a jövőbe, aztán, hogy hol vagyok, mi vagyok. Nagyon sokat segít, hogyha itt maradsz a jelenben. És azt látod, ami van, és arra válaszolsz, ami van. És az, hogy mi a dolgom, ezt, hogyha eldöntöd nagyon előre, hogy na, én már pedig akkor ügyvéd leszek, mert nem tudom, a szüleim így neveltek, és ez volt egész életemben bennem. Nem biztos, hogy az a te utad. De ami a te utad, azt meg annyira elcsépeltük már, hogy az én utam ez, meg az én utam ez. Most az a dolgod, amit most éppen teszel. Fogod a mikrofont a kezedbe, felteszel egy kérdést, és kapsz rá egy választ, és itt ülsz. A jelen helyzetből kell mindig kihozni azt, ami a legjobb, és követni a szituációt pillanatról pillanatra, és akkor szépen kirajzolódik
az is, hogy mi a dolgod. És hogyha van egy irány, akkor meg pláne. Egy idő után megjelenik az irány, hogy ezt pillanatról pillanatra követed. Ugye majd a 3 pont, 4 pont összekötöd, akkor onnan már lesz egy vektor. És onnan már talán jobb képet tudsz festeni, de azt se hidd el, csak tedd most, kövesd a pillanatot. Egyébként nagyon jó a kérdés, és az, amit Barna mondott, arra érdemes figyelni. A másik szemszög az, hogy mi a dolgom, mert szoktuk mondani, hogy lehet kérdezni meditációban. Én egyre inkább nem szeretem ezt a kérdést, mert veszélyes. Tehát ha leülsz, akkor sok mindenki, mindannyiunk ugyan a zen meditáció közelébe, valami bajunk van. Vagy valamit szeretnénk megoldani. Nem látunk, bizonytalanak vagyunk, elveszettek vagyunk, és keressük az igazságot, keressük, hogy a jól létünket, hogy érezhetnénk magunkat komfortosan. És akkor leülünk, és nagyon vonzó egyből ilyen kérdéssel dolgozni, hogy mi a dolgom. Csak hogyha ezt készületlenül használod, akkor abból nem lesz zen. Tehát alapvetően, ha megnézzük, akkor a zen nem wellness szolgáltatás, nem hétvégi kurzus, nem tréning, nem coaching, nem motivációs tréning, hanem arról szól első körben, hogy tapasztald igazi önvalódat. Engedd el a gondolkodásodat, és tapasztald igazi önvalódat. Ha készületlenül teszed fel azt a kérdést magadba, hogy mi a dolgom, gondolkodni fogsz rajta, és valójában ugyanazt fogod csinálni a zen meditációba, mint amit addig, csak esetleg ilyen szép környezetbe és fél lótuszba, lótuszba, burma ülésben, japán ülésben és egyébben. Tehát a külsőségei meg lesznek, de nem zen, amit csinálsz, hanem gondolkodsz és ki akarsz kerülni a problémádból. Zen útja, ha most minden áron át akarjuk fordítani egy nyugati teljesítményközpontú valamibe, hogy oldjuk meg vele az életünket, és kivenni abból a szerzetesi hagyományból, ami az igazságkeresésre és az igazság látására ment rá, akkor is, hogyha az mondjuk nem sikeres az életben, mert ha megnézed egyébként Jézus életét, vagy Buddha életét, ezek sikeres életek? Hát ha mondjuk megnézzük Jézus életét, fiatalon meghalt, nem volt családja, megkínozták, megölték, elnyomták, biológiai, meg mai ilyen fogyasztói társadalmi szempontból az ő élete nem sikerült. Buddha életét megnézed, mindene megvolt, jó család, gyerek, iszonyat nagy vagyon, hatalma is volt, lett volna, és egyszer csak azt mondta, hogy ő elmegy, nem kér ezt az egészet, ott hagyta a családját, az összes vagyonát, és elment az erdőbe. Erre ma azt mondanánk, hogy egy hülye. Ennek mindene megvolt ennek az embernek, mindent megörökölt, és ott hagyta a francba. És ez, és akkor utána ilyen aszkétákkal ott bohóckodott, és aztán utána 40 évig ilyen hasonló buta emberekkel, vagy ilyen őrültekkel együtt így osztotta az észt, aztán utána megevett egy mérges gombát, és meghalt. Ez egy sikeres élet. Mai szemszögből nézel rá, nem az. Más szemszögből, igen. Más szemszögből, ha nem a külsőségeket nézzük, és a külső sikert, akkor egy nagyon is sikeres élet mind a kettejüké, és kultúrák épültek rájuk. Holott nem értek el vagyoni sikert. Tehát, hogy nagyon bonyolult ez, vagy nagyon komplex ez, hogy mi is az, amit te szeretnél csinálni, és az egésznek végső soron a nézőpontnak a mélyén az van, hogy az egészet próbáld elengedni, mint ahogy Nietzsche mondta nagyon jól, hogy alles vergessen, mindent el kell felejteni. Csak utána ő tovább gondolkodott a mindent elfelejtés után, és beleőrült szegény. De érdemes elengedni mindent. Vagy ahogy Ellen Watts mondta, az nagyon tetszik ez a mondása, hogy ő zennel foglalkozó amerikai ember volt. Ő a Bibliát ugye egy 100-200 évre elzárná. Senki ne olvassa, és utána vegyük újra elő, és nézzük meg. Annyi prekoncepció, annyi elképzelés van bennünk, saját életünket, társadalmunkat, mindent nézve, és ha fölteszed azt a kérdést, hogy mi a dolgod, ezen a szinten mész tovább vele. Úgyhogy az, amit Barnától is hallottál, hogy maradj a pillanatban, ennek ez a célja, és csak tedd,
hogy ezt az egészet elengedni. És akkor utána vagy meglátsz valami többet, vagy meglátsz valami olyat, ami ettől teljesebb, vagy nem. A családom meg a környezetem is várja, hogy hát csináljak valamit, döntsék el, és akkor csak csináljam, de nem tudom, hogy mit csináljak csak. Most éppen pályaválasztás előtt vagy? Igen, ezért nem engedem meg magamnak, hogy lássam azt, hogy mi az utam, és ez a meditáció, ez segített ebben. Azt mindenképpen csinál. Tehát legyen, ha tetszik a zen, akkor egy ilyen gyakorlat napi szintű végzése, ülőmeditációval, leborulással, énekléssel, a teljes szortiment, tehát hogy ez napi szinten valahol reggel, este, vagy mindkétszer legyen meg, az nagyon jó. Ez egy alap, erre úgy tekinthetsz, mint egy segédeszköz, egy technika arra, hogy tisztábban láss, mert amikor nagyon ráfeszülsz a problémára, akkor beszűkülsz, és nem vagy kreatív. Hát ezt a agykutatók is meg tudják erősíteni, hogy igazából ugye a kreatív tudatállapot az más, mint amikor rá vagyunk feszülve, és akkor ezt látom csak. Tehát érdemes ezt, mint segédeszközt használni. Aztán, ha túl sokáig vársz ezekkel a dolgokkal, akkor is túlaggódod. Tehát úgy érzésbe, amit most a legjobbnak találsz, akkor egyszer érdemes egy döntést hozni, hogy akkor ebbe az irányba megyek. És egyébként soha semmi nincs veszve. Tehát lehet, hogy én annyi ilyet látok, hogy egyetemen, hogy elmennek ebbe az irányba, hogy ő majd orvos lesz, és nem az lesz. Vagy az orvosláson belül nem a beteg ágynál fog dolgozni, hanem kutat, vagy elmegy ennek, annak, amannak. Tehát tudd azt, hogy ha csak nem valami teljesen ellentétest választasz magaddal, a magad beállítottságával kapcsolatban, akkor azon belül is megtalálhatod azt az irányt, ami neked majd jó lesz, amiben bele tudod magad rakni 100%-ban. Valamit érdemes tanulni, valamit érdemes elkezdeni, cselekedni, és aztán utána majd később alakul. Túlagódni nem szabad. Köszönöm szépen. Mindenféleképpen azt tanácsolnám, hogy lélegzetet vegyél. Igen, aztán még egyet, és még egyet. Köszönöm. Az én gyakorlása által ráláttam arra, hogy az életemben eddig jó párszor okoztam szenvedést azoknak, akik a szeretteim voltak. Szóval, hogy ebben szeretnék segítséget kérni, hogyha az ember rálát arra, hogy régebben milyen rossz karmát csinált, és hogy okozott másoknak fájdalmat, akkor ezt hogyan tudom önmagamban feloldani, meg velük ezt lerendezni, hogyha erre szükség van. Köszönöm. Nincs jó karma és rossz karma. Ez csak egy anyag, egy kauzalitás. Amúgy pedig, ha most megjelent, akkor az most van, ugye? Mondjuk a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ez nem ilyen borongós filozófia akármi, ez csak egyszerűen azt jelenti, hogy ami most, amire rálátsz, azzal most tudsz foglalkozni. Ugye a jelen pillanat az egyetlen, ami elkerülhetetlen. A következő pillanat már nem az. És ha ebben a pillanatban te rálátsz, hogy a szenvedést okoztál, tehát veled van ebben a pillanatban a szenvedés, akkor ha már rálátsz, akkor van egy döntéshelyzeted. És annyi csupán, hogy nem követed el újra ugyanazt a hibát. Hogyha valamit megoldottál, akkor az úgy mutatkozik meg, úgy bizonyosodik be, hogy nem követed újra el. És hogyha szenvedteted magad, akkor tulajdonképpen ugyanazt csinálod, mint amiért szenvedsz, csak kicsiben. Tehát egyszerűen most ne okozz szenvedést, és ha valaki szenvedne, akkor segíts neki. Egyébként meg a szenvedés az mindig interpretáció. Ugye a szenvedés, a fájdalom és a szenvedés nem ugyanaz. Ha rájtünk egy téglát a lábunkra, az fáj, ha szenvedünk, azt már mi legyártjuk, ezért már mi vagyunk a felelősek most. Tehát most felelősen te döntsd el azt, hogy viszonyulsz a világhoz, és hogy viszonyulsz arra, amire rálátsz, és láss rá minél jobban. Annyira valóságnak tűnik sokszor az, ami a fejemben van, és amit így érzek. Tehát amikor vizionálom, hogy így fogok neki menni valakinek az úton, és akkor rájövök, hogy most minek? Tehát ez igen, de a gondolatok szintjén
az. Tehát nyilván ez, hogyha leválasztodsz róla, meg korholod magad azzal, hogy nem valóságos, meg ezt csinálja az elméd, meg azt csinálja az elméd, akkor az a plusz egy szenvedés réteget ráteszel az egészre. Hát ez a szételemzés betegsége, hogy ez a zen, nagyon jó zen betegség egyébként, remek, mindenki átmegy rajta, és ez amikor még nincs elég bajod, még akkor a zen gyakorlatáltan még egyet ráteszel, tehát egy ilyen tejszín habot, és akkor egy kis kandírozott gyümölcs is még a tetejére ott van. Ez az, amikor úgy tűnik, hogy az út visszafele megy, és nem előre. Tehát igen, elkezdünk ezzel dolgozni, hogy akkor megjelenik a gondolkodás, és akkor az voltak éppen illúzió, igen, de ez még mindig gondolkodás. És akkor rajta van egy ilyen jó kis szívszutrás gondolkodás réteg, ami akkor az egészet bekeveri. Tedd le ezt az egészet. Tehát nagyon egyszerű, napi szintű, minél egyszerűbb gyakorlat az, ami kell. És ha nagyon nehéz a gondolkodással, akkor minél több mantra legyen például. Tehát például egy kanszenbószál. Kanszenbószál mantra nagyon-nagyon jó, mert együttérzést elősegítő, kellemes, nem túl hosszú, nem túl rövid, jó a hangzása, és halld meg a világ hangját, ugye ezt jelenti a neve, és ezt csináld mindig, és amikor úgy érzed, hogy most akkor te kezdesz szétesni, akkor csináld ezt. Tehát első állapot, hogy megnézed magad, és ha úgy állapítod meg, hogy te most nagyon szép vagy esve, akkor arra van szükség, hogy erősítsd magad. Akkor mantra, leborulás. Nem megy más. Tehát például most már pszichológusok is szoktak erről beszélni, hogyha mondjuk kiég valaki, sok mindenbe ki lehet égni, munkába, párkapcsolatba, problémába. Van a kiégésnek egy olyan fázis, amiben nem jó a meditáció, mert nem tudsz ülni. Egyszerűen borzasztó állapot van belül, akkor valami aktív gyakorlat kell. Hát itt a jó a mantrázás, leborulás. Ha úgy érzed, hogy sikerült a energiaszintedet eléggé megemelni, egyébként zárójelben hozzáteszem, hogy energiaszint megemelésben nagyon jó bármilyen sporttevékenység vagy sétálás, tehát ezt is érdemes belevinni, hogy ne adj magadnak lehetőséget arra, hogy ülj és borongjál, és ilyen anyagines féle spleen érzésed legyen, hogy Puskin, és akkor vagy három nővéről ott ülünk az orosz cseppén, és nincs mit csinálni, és akkor arról gondolkodunk, hogy lehetne jobb a világ, és majd három generáció múlva, önök még csak hárman vannak, de majd a következő generációban többen is mindenki majd megvalósítja a kommunizmust, vagy bármit, hát ugye jól szokott ez sikerülni általában. Úgyhogy ilyenkor ki a gondolkodásból, be a testbe, valamilyen jó gyakorlásba. Na és viszont utána, hogyha ez megvan, hogyha kellően erősnek érzed magad, akkor utána meg érdemes ezt az egészet befogadni, hogy éppen most frusztrált vagy, vagy éppen most zavarnak a gondolatok. Ugyanis az a valóság akkor. És valahol azzal, hogy te meg akarod változtatni, ott nem fogadod el. Nem fogadod el azt, ami éppen van, és nem tudsz hozzá kellően közel menni annyira, hogy a megoldás megszülethessen belőle. Tehát mondjuk az első rész, amit mondtam, az egy ilyen tüneti kezelés, vagy egy ilyen roborálás. A második az pedig okiterápia. Mind a kettő szükséges lehet az adott fázisban, és itt elsősorban neked kell magadról látni, hogy melyik fázisban vagy, mire van szükséged. Ezt is érdemes kifejleszteni, ezt a belső képességet, hogy tudsz magaddal dolgozni, mert végső soron, ha te nem figyelsz magadra, más nem fog rád figyelni. Tehát el lehet járni mindenféle helyre, de te fogsz magadnak segíteni, végső soron igazán. Ilyen plusz segítséget lehet kérni. Úgyhogy nézd meg, melyik állapotban vagy éppen, és akkor azt szerinti gyakorlatot végezd. Ha éppen erősebb vagy, akkor jó az ülő meditáció is, és akkor engedd bele magad, és rágd át magad rajta. És akkor köszönjük szépen mindenkinek a kérdéseket. Remélem, hogy tovább folytatjuk a közös gyakorlatot minél többször, és segítünk magunknak és másoknak is ezáltal.